Nos, tehát itt volnánk, sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, Fallout 2-zni fogunk, méghozzá az eddig megszokott félig meddig RP beöntéses módban, amikor is valamennyire megpróbálok egy kicsit nagyobb, hogy is mondjam, inkább átéléssel játszani, mint ahogy azt normális esetben játszaná egy ember. Ezt fogom most kipróbálni. Egyébként meg mindenkit üdvözlök a streamben, minden nézőt és minden Gaming Dumpert. Üdv Gábor, üdv Wolf, üdv Cat Mario, örülök, hogy itt vagytok. Kezdjük is el a játékot. Na szóval, ott tartottunk a legutóbbi epizódban, hogy New Reno városába érkeztünk meg, a bűnvárosába, és elkezdtünk alvilági küldetéseket megcsinálni, sőt, elkezdtünk felkúszni az alvilágnak, az alvilági maffiának a lépcsőjén, mikor is elrabolták az autónkat, és most a kocsinyomokat követve elindultunk visszaszerezni. Úgyhogy egy garázshoz érkeztünk, egyébként meg szenvedünk a jetfüggőségtől, illetve alig van életünk, úgyhogy én nem tudom, hogy ez mennyire lesz egyszerű ez a mostani feladat. Lehet, hogy egy steampacket be kéne venni, bár eléggé kevés steampacket van, nem is tudom, hogy mikor használtam el őket. Az most így nincs meg az a pillanat, amikor elhasználtam az ilyen 30 darab steampacket, az valahogy nincs meg. Na jó van, szerintem akkor menjünk be a garázsba. Na, micsoda banda van itt? Beszéljünk az első emberrel, vagy egyszerűen rögtön támadjuk meg? Jó, hát lehet, hogy azért beszéljünk vele. Hát üdvözöljük kisasszonyt nálunk, nagyon jól adod elő magad. Oké. És ezt most miért nem egy párbeszéd ablakban beszéljük meg? Jó, akkor menjünk egy másikhoz. Na, igen, ez is megvan. Beszéljünk egy harmadik emberre. Kivel kéne itt beszélni? Ki a főnök? Szerintem megvagyunk. Nem. Ráadásul pofátlanul ugyanazt mondják. Basszus, a rohadt anyátokat. Beszéljünk veled. Na most ez komoly? Oké, akkor egyszer csak beülök a kocsiba és elvisz. Hát itt mindenki ugyanazt mondja. Ott van hátul még egy ember. Na, azzal beszélünk. Na, ez az. Ki vagy te, mi dolgod itt? Honnan szeded a Highwayment? Nagyon tetszik ez a kocsi. Oké, a garázsban álló kocsi az enyém? Szóval, te loptad a kocsimat, seggarc. Igazából ezt kéne mondanunk, én azt hiszem. Mármint, hogy a te autód, asszony. Neked fogalmat sincs, miről beszélsz. Az a Highwayment hulladék volt, valaki csak úgy otthagyta, most már a miénk. Ha van valami között hozzá, itt és most letárgyalhatjuk. Igen, igen, van némi közöm hozzá, most lesz, nem ulas, rontó-bontó gyerek. Mit akarsz csinálni az autóval? Nem, ne vacakoljunk, tiéd lehet az a francos Highwayman, amúgy egy kalap szart sem ér, túl sok elektromos bizbasz van benne, bűzlik, mint egy gekko, a csomagtér kicsi, neked biztos megfelel, na ég veled. Jó, hát nem fogjuk ezt ennyiben hagyni, az biztos, hanem azt fogjuk csinálni, hogy kinyírunk mindenkit szerintem, úgyhogy ezt a harmadik opciót ezt biztos, hogy nem mondom neki. Szerintem az első lesz a jó. Az első lesz a jó, lesz lemuras rontó-bontó gyerek. Ja. És ennyi. És már is akcióba keveredtünk. Nagyon király. Jó, hát megpróbáljuk 22 élettel, vagy valamilyen kb. Ennyi élettel megoldani a dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy így elsőre hogyan sikerül a dolog, hát ha nem kell bevennünk színpeket. Szóval, azért vannak itt páran, de tőlem is jöttek többen. Állandóan megütöm a mikrofont, elnézést érte. De akkor szerintem kezdjük-e megkéselni ezt a csávót. Na ez az, rendben vagyunk, azt hiszem. Nagyon remélem, hogy nem halok meg rögtön az első körben. Nem gondolt, hogy rosszkor megy a premier, mert így kevesen lehetnek ott. Egyébként üdv Bence, örülök, hogy itt vagy. Hát az a helyzet, hogy elfelejtettem ugyan megírni a premierre, hogy közben Twitch-en is streamelek, de
Én úgy vagyok vele, hogy így, aki azt szeretné nézni, hogy GTA-zok, az láthatja azt, hogy GTA-zok, aki meg Falloutot szeretne nézni, maga Falloutot fogja nézni. Nem hiszem, hogy mindkettőre egyszerre kíváncsi mindenki, illetve van olyan is persze, hiszen vannak itt olyan nézők, akik nagyon hűségesen követnek engem, de ez közben lehetőséget ad nekem arra is, hogy a YouTube-os nézőtábort azt áthozzam Twitch-re, mert máshogy nem fogom tudni megcsinálni, hogy a YouTube-on nézők azok itt is nézzenek, hogyha nem egyszerre indítom a kettőt, és nem adom meg neki a lehetőséget, hogy pontosan tudják azt, hogy mikor streamelek Twitch-en. Ez az oka annak, hogy néha ilyenkor is indítok premiért. Egyébként köszönöm, hogy emlékeztettél rá, hogy premier is fut, mert egyébként meg be kéne köszönnöm ott is. Ennyit azért megengedhetnék magamnak, hogy ott is csinálunk egy ilyet. Úgyhogy azt mondom, hogy egy nagyon pici szösszenet erejéig most átmentünk a másikon. Nagyon köszönöm, Gábor, egyébként, hogy te is jeleztél a dolgot. Rendes tőled. És akkor térjünk vissza a Fallout 2-höz. Amiben egyébként én úgy láttam, hogy túléltük az első kört. Mintha. 18 élet. Ja, rendben vagyunk. Itt pedig mi történt közben? Szerintem Sulik aktivizálta magát rendesen. Szerintem ezt a csávót én most kinyírom, hogyha tudom. Oké, a fő góri az megdöglött, helyes. Menjünk vissza szépen lassan a nagy terembe. Elnézést, hogyha itt ilyen akadások vannak, most ez igazából a játék hibája, hogyha lealtabolok, akkor átmegy. Akkor egy kicsit akad a dolog. Na, jó van. Itt lent eddig minden rendben. Meg kell nézni, hogy milyen életerőn vannak a többiek. Súlyosan sebesült a Vic. Sulik csak simán sebesült, és Cassidy pedig sebesült simán. Oké, az nem gond, akkor szerintem eddig jók vagyunk. Én magamban nyomnék egy steampacket azért a biztonság kedvéért, de csak egyetlen egyet. Megpróbáljuk ezzel kihúzni ezt a harcot. 38 élettel már is jobbak vagyunk, és akkor besétálunk ebbe a szobába. Igen, ebben van valami, mert sajnos nem mindenki szereti a Fallout 2-t, viszont akad olyan is, aki meg pont a GTA-t nem. Ja, igen. Én nem azért annyira nem imádom a Fallout 2-t, de a hangulat miatt szeretek itt lenni, és talán jobban megszerettem a gémet. Na, ennek örülök egyébként, hogy egy kicsit tudtam javítani az álláspontodon a játék iránt. Na, közben meg elkezdtük kinyírni a bandát itt, a szétbuheráló bandát. Nagyon kemény egyébként. Nem sok esélyük volt. Szerintem egészen ide jövök a csávónak az orrába, és elkezdem megkéselni. Bár itt egyébként lehet problémám. Mert most egész sokan támadhatnak majd engem. Vic közben azt mondja, hogy szüksége van egy orvosra. Lehetséges, hogy Cassidy közben Frankon hátba lőtte azt a szerelőt, nagyon király. És ez azért Vic is jól nyomja. Nagyon királyul nyomják a srácok, nagyon imádom őket. Ez az én bandám. Ez Vézna csapata. Kegyetlenek vagyunk, már egy várost lemészároltunk. Egy szaros szerelő banda az nem fog kitolni velünk, az biztos. Főleg nem úgy, hogy a kocsinkat nyúlja le. Hiába menekültök, kitépem a veleteket is. Most hátulra átszúrom a gerincoszlopát ezzel a láncsával. Na jó, azért nem, mert nem halt meg.
Kb. Meddig tart a stream? Éjfélig, 2 órán át most Fallout lesz, azután még 2 órán át SnowRunner-ezünk. És egyébként köszönöm, hogy ti is írtátok. Csak hogyha látom a chatet, akkor azért kihasználom az alkalmat, mikor éppen egy olyan játékkal játszom, amikor egyébként egész sokat tudom olvasni a chatet, úgyhogy ennek örülök, hogy kicsit aktívabban lehetek itt. Át kéne mennem abba a szobába, úgyhogy le kéne mennünk, igen, nagyon jó. Srácok, rossz irányba mentek. Vagy hogyha őt akarjátok megölni, akkor én rámegyek a nagy feka csávúra a hammerrel, vagy pörölyjel a kezében, és akkor azt is lehet csinálni. Vagy akkor csináljuk azt, hogy megtámadjuk hátba ezt a csávót, mert a kombátnak vége van, mert elmenekültek gyakorlatilag, igen. Jó, és igazából most ugye sarokba van szorítva az űrge. Úgyhogy most eljövök érted, barátom. Jó van, most neki erőszakoljuk az embert a falnak. Szerencsétlen nem is tud hova menekülni. Semmit nem tud csinálni. És még csak vissza sem mer támadni. Kicsit egyoldalúnak érzem ezt a harcot. És rendesen van élete. A valóságban az történne, hogy a csávó az ilyen sokkot kapott, így megmerevedik, nem tud semmilyen ellenálló mozdulatot tenni, kapálódzik, de nem támad vissza, és miközben ilyen vadul szurkáljuk a sarokban, de vagy ilyen 50-et rászúrtunk teljes őrületből. És aztán mikor megdöglött a falhoz, vertük a fejét, és azt mondtuk, hogy ez nagyon fincsi volt. Csak azért mondom, mert nemrég láttam az amerikai História X-et. Meg egyébként most betettem a felnőtt korlátozást a Twitch-en, úgyhogy most elméletileg mindenki kapott figyelmeztetést arról, hogy 18 pluszos a content, és saját felelősségre nézi ezeket a videókat. Azt hiszem talán a Falloutnál talán eléggé indokolt betenni, de a SnowRunnernél majd azért levesszük, meg az olyan játékoknál, amiken Overwatch, meg hasonló egyszerű játékok. De a Fallout az tényleg mondjuk elég, néha elég kretén tud lenni, ez a Fallout 2. Főleg, hogy egyébként pornószínészek is lehetünk benne. Meg ilyenek vannak azért ilyen érdekességek. Előjött belőled az állat. Nagyon, nagyon köszönöm. Ez a karakter így is egy elég nagy állat. Nem belőlem jött elő, a karakterből. Szóval érezzük a különbséget a személy és a szerep között. Ennyi nyomassuk, adjuk el a testünk Dellárért. Egyébként nagyon érdekes ez a téma, majd hogyha eljutunk oda, akkor majd beszélünk majd erről is, hogy egy olyan karakter, mint a mi fő karakterünk, aki tulajdonképpen egy jött-ment törzsbéli ember, aki gyakorlatilag semmit nem tud a világról, hogyan alkalmazkodik ez a teljesen elszállt élethez, amit itt élnek ezek a... Majd mondanám azt, hogy nagyvárosi élethez, de nem, mert ez egy ilyen posztapokaliptikus nagyvárosi élet. Szóval ez durvább, mint egy egyszerű nagyváros, és közben mégis képesek vagyunk alkalmazkodni hozzá, és ez nagyon kevés szerepet kap egyébként a játékban. Ott egyszerűen csak nagy menők vagyunk már az első perctől fogva, hogyha azok akarunk lenni, és olyanokat mondunk, ami nagyon fura, mert egyébként meg tehetetlenek kell lennénk egy csomó szempontból. Egy csomó szempontból nem kéne, hogy értsük a világot. Nagyon hülyék lehetnénk egyébként sokszor, és bár az igaz, hogy egyébként nagyon sokszor hülyék is vagyunk, és hogy nem mondhatunk más, csak hülyeséget szerintem sokszor, kivéve akkor, hogyha magas az intelligenciánk. Ezt valami ilyesmit is el tudok képzelni, bár jellemzően egyébként a játék nem ezzel foglalkozik, és nagyon sokszor egyébként normális, a civilizációs életbe élő válaszokat tudunk adni. Közben pedig ennek nem kéne így lennie szerintem minden esetben. Cassidy kap egy kis shotgun töltényt, illetve nem is tudom, ki volt az a karakter, aki a szemetet hordozta, de szerintem Sulik volt az, aki az eladható cuccainkat hozta utánunk. Gaming dumping, igen, de vajon melyik, és ki irányít, karakter vagy te?
most ne menjünk már bele abba, hogy hogy streamelek egy-két hónapja, és már is elvesztettem az irányítást a saját személyem fölött. És ki alkot, ki te a karaktert, vagy ő téged? Nem tetszik valami egyébként? Szóval ne csináljuk az RPG-zést? Ezeket ki kéne nyitni. Szivatlak, nagyon köszönöm. Az árak az a 4-es. Ja nem, ez a csapdák volt. Az árak az az 5-ös? Ja nem, az árak az a 2-es? Imádom az elfit, te is tudod. Jó van, köszönöm, örülök neki. Amúgy is azt mondtad egyébként, hogy a törpét jól alakítottam, amikor Dungeons and Dragons-oztunk. Ettől is csak jobb kalandmester leszek. Már van hova fejlődni bőven. RP, akkor gyere GTA RP. GTA RP az necces. Gondolkodok rajta, hogy melyek GTA RP-zni, de azért vannak annak negatív oldalai is. Nagyon sok ilyen GTA RP-s videót megnéztem, és szerintem az... Ők nem... Nagyon sokan jól csinálják, de nagyon sokan nem veszik komolyan azt az RP-t. És egy ekkora világot megkordában tartani nagyon nehéz. Egyáltalán nem ugyanaz, mint amikor az ember leül pár emberrel szerepjátékozni, ahol tudja, hogy ki mennyire... hogy mindenki teljes szerepjátékos lendülettel kezdi el azt a játékot. Azt a szerepjátékot. GTA RP-ben nagyon sokan ilyen, még mindig ilyen játékos szemmel játszanak, én azt veszem észre. És igazán kivételes alakok alakítanak jól ott benne. Akiket egyébként érdemes is nézni, és szeretem is őket nézni, akik tényleg jól RP-znek. Szerintem Szuliknak odaadhatunk egy-két szemetet, ha elbírja. És igazából a piát is adjuk neki, vagy később eladjuk valami kocsmában újraértékesítésre. Viszont neved a szívedre, csak viccelődtem veled, bocs, ha erős volt. Á, ne, egyiket nem, mert éreztem én, hogy valami ilyesmiről van inkább szó. Csak annyira semmiből jött egyébként. És az a helyzet, hogy én nagyon sokszor komolyan veszlek téged, Wolf. Mert nagyon sokszor komolyan lehet venni téged. Máskor meg egyszer széttrollkozz dolgokat. Jó, én is ilyen vagyok, tudom. Itt azért volt rendesen cucc, és kaptunk Jimmy headset is, óvszer, nagyon király. Hello szellem, üdv a streamben. Ezeket már mind kilútoltam, nézzük ezeket, még lehet, hogy nem tudom, hogy ezeket kilútoltam-e. Az a helyzet, hogy rengeteg cucc van itt, igen, ezek itt, ez ilyen mocsók, ez ilyen semmi, ez ilyen szemét, ez nem kell nekünk. Jó, a szellemet, a szemetet kiadjuk. Még ezeket átkutatjuk. Zárva van. Itt minden zárva van. Valaki csak egy nagy kulcssal a zsebében tud létezni ebben a garázsban, úgy látom. Mi már ki te álltok? Van egy szerszámkészletünk, amit használhatok, egy ilyen tolvajkulcskészletünk.
Nem sikerült kinyitnom az árat, nem si... Na, sikeresen kinyitottam, nagyon jó. Shotgun töltény, kurva sok pia van itt. Nagyon kemény ez a hely. Nem tudom, hogy a tárgyhasználatnak van-e egyszerűbb módja, mint hogy itt kattingatok. És azt sem tudom, hogy a sima zárnyitással próbálkozom, akkor... akkor használja a tolvajkulcskészletet, ami a kezemben van ilyenkor, vagy nem. De inkább maradok annál, hogy akkor biztosra megyünk. A csávót még nem lootoltam ki, basszus, de jó. Ennél is van óvszer. Ezek aztán tudtak élni. Rengeteg pia, csajok. Ez kontaktlencse? Ez egy Mary May márkájú arcápoló készlet. Jó, értem, olyan kis izé van rajta, olyan kis alapozó, meg egy ilyen kis kvattapamacs. Oké, én úgy érzem, hogy elég jól átkutattuk a termet, a területet, ezt a részt még nem kutattuk át. Hoppá, ott van a földön egy... egy izé. Elértem a teherbírásom felső korlátját, akkor bepakolunk a kocsiba szerintem most már, Szulikot sem nagyon fogom terhelni. A kocsiban így is nagyon sok szemét van. Csavarkulcsok, kések, ószerhegyek, páncél, minden ami. Mondjuk az nem tudom, hogy ezt az arcápoló készletet, ezt mire tudom használni. Mert hogyha elhasználhatnám és ideiglenesen megnőne a karizmám, annak tökre lenne értelme. De valószínűleg nem így működik a játék. Valószínűleg az tényleg csak szemét. Majd eladjuk maximum valakinek. Öngyújtó. Megint egy olyan dolog, amit szerintem csak el tudunk adni. Érdekes, hogy a mosdóba csak kívülről mehetünk be, itt van egy számítógépes íróasztal. Kár, hogy itt nem tudunk számítógépezni úgy, mint a Falloutokban, ott minden számítógépet meg lehet nyitni általában. Falloutokban, a Fallout 3 és 4 és az a fölöttiekben. Az új Falloutokban. Vannak itt is ilyen konzolok egyébként, de nem minden számítógép használható azért. Közel sem mindegyik. Esetleg ezt mi megpróbálhatjuk kifosztani. Hát itt nincs semmi, abszolút semmi. A kocsit sem tudom kifosztani, ezt a kocsit sem tudom szerintem kifosztani, ezt is csak megvizsgálni tudom. Ez egy roncstelep, látjuk azért, hogy mennyi roncs van itt. És a hátsó roncsokhoz szerintem tényleg csak dísznek vannak itt, úgyhogy én lassan azt mondanám, hogy kifulloztuk a helyet, mindent összeszedtünk, amit lehet. Talán még ott kimaradt egy... Aha, ez még kimaradt, oké. Szerepjátékokban általában ugye az ember dob egy észlelést, hogy valami ilyesmit, amikor meg kell tudnia, hogy mi van a teremben, hogy pontosan látja el, hogy mi hol van. Most itt ebben a helyzetben az embernek a játékos személyre kell hagyatkoznia. Úgyhogy azért ez még mindig csak egy játék. Na, menjünk akkor innen. Visszatértünk New Reno-ba. Hú, hogy beakadt most nekem a játék. Basszus, rendesen szaggat. A stream is szaggat vajon? Mi a rákér szaggat itt, te jó ég? Csak a game.
De ez iszonyat gáz, itt valamit most a Fallout rendesen elcseszett. Nem kéne szaggatni egy ilyen játéknak. Menjünk ki a városból és jöjjünk be újra, én azt mondom. Végső esetben megpróbálom újraindítani a játékot is teljesen. De itt valami végtelen ciklus futhat, hogyha ennyire elkezdett beszaggatni egy mai gép ezen a játékon. Van egy-két rossz hírem, a Discord hála komolyan veszi ezt az underage dolgot, szóval igen, buktad az akkot. Azt én is láttam egyébként, hogy a 18-as szobákban most már kort kell megadni, hogyha bemegy az ember. Azt nem tudom egyébként, hogy milyen következménye van. Ugye minden platform, hogyha az ember hamis kort ad meg, írt be, akkor az általában megúszta ezt az egészet, és nincs semmi következménye. Most azt, hogy a Discord ezt olyan csinálja, azt nem tudom. Na csak kiszenvedjük magunkat innen a városból. Oké. Nézzük meg, hogy a New Reno melletti sivatagban jövök le, akkor oké, akkor itt rendben van a dolog. Akkor most menjünk vissza New Renoba, és nézzük meg, hogy mi a helyzet ott. Oké, helyre jött, nagyon király, nagyon örülök. Oké. Na, keressünk egy helyet, ahol eladhatom a szemetet. Az előtted álló nő lélegzetellállítóan szép, amint megszólított, felnéz a munkájából és mosolyog. Ó, egy új arc, én Kitty vagyok, üdvözöljük a Kespo szalomban. Ma mi az újhaja, kisasszony? Valami akcióra vágyom? Lehet, nem biztos. Igazából kérdéseket szeretnék feltenni. Ma szerintem semmi nem lesz, köszönöm. Szerintem semmi nem lesz. Nem adjuk meg nektek ezt az élményt. Kereskedünk, üzletet keresünk, ahol eladhatjuk a fegyvereket, amiket összegyűjtöttem. Talán a kocsmárossal tudunk üzletelni, nézzük meg. Van nála 19 jet. Na, azt behúzzuk tőle. Odaadunk neki mindent azért a jetért, ami nálunk szemétnek minősül. Oké, eddig rendben vagyunk. Talán még a hunting rifle-t odadobhatom erre a dologra, de ezért már nem igazán tud mit adni. Ez megint nem korrekt üzlet. Hát, de igazából benne vagyok. Menjen az a rohadt hunting rifle. Most egy kicsit rosszabbul járok. Na és akkor mi van? Elveszünk tőle egy-két piát. Mert a piát máshol értékesítjük akkor. Elfogyott a RAM. Persze. Azt megnézném, hogy a Fallout 2 elfogyasztja a RAM-ot, de akkor azért biztos, hogy a Falloutnak a hibája. nem lesz 18 plusz, nem, Bálint gonosz. Most gonosz voltam, igen. Majd lesz. Csak nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy így minden kuplerájba bemenjünk gondolkodás nélkül, és kiéljük munkat csak azért, mert ott van. Majd akkor elmegyünk, amikor lesz egy indok rá, mikor tudom is én. Helyzetbe illik a dolog. Az valahogy sokkal életszerűbb lenne. Itt van egy boxklub, azt látom, de a boxklubba még nem megyünk be egyelőre. Salamanders bárja. Ez valamilyen mafiózó hely. De Salvatore!
Mivel akarod megmérgezni magad, drágám? Tud adni valam? Mit tud adni? Milyen drogja van? Most nem kérek semmit, kösz. Azt mondja, hogy üzlet. Ennél is csak pia van, meg jet. Kérik a jeteket. A jetből most betankolok, basszus. Most nagyon összeszedjük a mindennapi drogra. Drogadagunkat. Kettő, 50, 2, 48. Ó, hogy rohadnál meg. Mit adjak neked 2 aranyért? Hát 2 aranyat. Kézenfekvő. Bálint fizetünk is, csak legyen. Majd dömpergumiért tegyük dömpergumi függővé a dolgot. Sajnálom, hogy ez történt, ez egy újítása a DC-nek. Tényleg el lehet bukni a Discord akkuntot, hogyha valaki megszeg ilyen korlátozásokat, ilyen korlátozásokat, vagy mi a fene? Üzenet kiemelése, hancúrt akarunk. 100 rohadt gumiért. Ne vicceljetek már. Legalább 500 gumit kéne adnotok érte. Még 3-an beváltjátok, elmegyünk a kupleájba. Ötszázért elmegyünk a kuplerájba, igen. Na jó, van, szerintem egyébként itt ezen a szinten, hiába jöttem be Salvatore-nak a helyére, nem fogunk többet üzletelni. Nekem igazi fegyverek kellenek. Gumi nélkül akarjuk. Az megvan, hogy a kuplerájban csajok voltak. Nem sok értelme lenne a guminak. Tessék, megvan az 500 gumi, pervezek vagytok mind. Visszamegyünk egy leszbikus kalandra. Örülök, hogy újra erre jársz. Mi az óhaj a kisasszony? Jó, hát akkor mondjuk neki, hogy valami akcióra vágyom. Oké? Mosolyog és rád kacsint. Csak ugyan? Hát akkor a legjobb helyen jársz. Bármi legyen az óhajod, vágyad, mi eleget teszünk neki, és ne fogd vissza magad, előttünk nem kell szégyenlősködnöd. Szóval, mivel szolgálhatok? Attól függ, mi a kínálat. Szeretném a barátomat meglepni valami különleges dologgal. Most van a szülinapja. Szeretnék feltenni néhány kérdést, ha nem gond. Kérdéseket nem. Az a helyzet, hogy meggondoltam magam, aggódom a teljesítményem miatt, meg minden. Jó, akkor mi a kínálat? Nos, az ujján számolja a lehetőségeket. Van mézes-mázas futam, döngölősdi, oboaszonet, oboaszonet, és egyéb nyalánkságok, mosolyog. A kérdés az, hogy mihez van kedved? Szeretnék egy kis orális kezelést. teljes felső és alstesti edzésre vágyom. Rendben volna, ha én egyszerűen csak beszélgetnék a lányokkal? Volna egy speciális, szimpadias kérésem. Szeretnék feltenni néhány kérdést, ha nem gond. Az a helyzet, hogy igen. Szerintem nyomjuk a szimpadias kérést. Ebben most már tényleg én döntök, úgyhogy ezt nem tesszük szavazásra, hogy most milyen perverz vágyokat elégítsünk ki, hanem azt mondjuk, hogy legyen valami szimpadias. Van rá esély, hogy igent mondunk, mi volna a kérésed? Szeretném Vézna szerepét eljátszani. Az illető egy eladó sorban lévő rabszolga lány, akit egy csapat rabszolga elrabol a falujából. Az lenne a lényeg, hogy a nőci, vagyis én, csak a testével tud kommunikálni. Kurva jó, ezt akarom. Végigjáratja rajtad a szemét, aztán bólint egyet. Azt hiszem, be tudunk vállalni téged, 703 dollárt kérek. Jó, nem gáz. Talán később. Ennyi dömpergumit ki sem fizettetek, bassza meg. Több pénzt adok, mint amennyit ti fizettetek. Oké, itt a pénz. Tessék, ennyi. Elsötétült és kész. És kaptunk egy csomó szöveget, amit nem tudtam elolvasni egyszerre. De egyébként itt vagyunk ebben a szobában. Az biztos.
addig fogalmat sem lesz a szerelemről, amíg a rénói szerelmet ki nem próbáltad. Jó van, oké. Ezeket a szövegeket nyilván érdemes és viccesen elolvasni majd, amikor visszanézem ezt az egészet, mert így az, hogy egyszerre beszélt mindegyik, az talán jelent valamit, valami poén a játékban, nem tudom. Majd később, ha visszanézem, vagy a premierben megnézem. Bár ott végül is el lehet pózolni, az a jó. Aha, az első jó. Igen, azt tetszett nekem is egyébként. Na, örülök, hogy mindannyian örültök, egyébként pedig most már sokkal több dömpergumink van beváltva, mint eddig. Az meg volt határozva, vagy mi? Én tudom, miután kajtadsz, barátom, és nálam meg is találod. Bármennyi cset is kelljen, nálam megkapod. Mit van? Most semmit nem akarok, kösz. Legyen az, hogy mit van. 5 darab jet. Hát igazából én adhatnék el neki jetet, nálam 39 van, semmi gáz, semmi gáz. Gyere hozzám, hogyha szükséged van egy kis utánpótlásra, fiacskám, amatőr. Én vagyok az igazi dealer. Szuliktól elveszünk dolgokat, és jettel fogunk fizetni. Illetve jettel fognak fizetni értük. Kiskés, meg ilyenek, ezek simán jók lesznek nekünk. Ezen kívül van még nála SMG, meg shotgun, nagyon jó dolgok vannak Szuliknál, mindet elhozzuk, elvesszük tőle, legalábbis csak annyit, amennyit úgy gondolok, hogy el tudunk majd adni. Egy ezrest ad a SMG-ért, milyen világban élünk? Gyakorlatilag bagóért utánunk dobják a jetet ebben a világban, nagyon kemény. Tartsd meg az apró, te mocskos állat. Na, oké, a helyzet az, hogy most jelenleg van 44 darab jetünk. Ezért volt érdemes New Reno-ba jönni szerintem. Itt aztán van anyag. Csak egy rohadt fegyverárus nincsen. Miért nincs egy hely, ahol vehetek stukikat? Vagy eladhatom azt a rengeteg cuccot, ami nálam van. Pénz, és egy olyan árus nem találtunk még, akinek lenne rendes pénz magja. Ahhoz, hogy arra, hogy kereskedjünk. GTA-ban is lesz ilyen, ott még jobb lenne. GTA-ban biztos nem indítanék csajkaraktert, hogyha RP-znénk. Itt azért jó ilyen single player játékban csak karaktereket indítani, mert nem másokkal kommunikálsz, de hogyha rendes játékosokkal játszol, és ott úgy eljátszani egy csajkaraktert, az sokkal furcsább egyébként. Én azt nem is szeretném. Akkor is, hogyha én lennék az, akinek eljátszák a csajkaraktert, meg én se szeretnék másoknak. Itt tulajdonképpen a Falloutban egyébként adva vannak a válaszok, úgyhogy nem úgy játsszuk a karaktert, hogy mi találjuk ki a szövegét és a helyzeteket, hanem mi csak sodorodunk az árral. Ez azért elég nagy különbség egy rendes asztali szerepjátékhoz képest. Nem Szulikkal akarok üzletelni, hanem Cassidyvel. Hát, ha nem sikerült elkapni az egész jelenetet, akkor egyébként utólag meg lehet csinálni még, mert én vissza tudom nézni az egész videót, és abból tudok csinálni. Illetve nem tudom, hogy egyébként kész lefutott streameket utólag lehet-e így klippelni. De azt tudom, hogy legjobb jeleneteket én ki tudok vágni bármelyik streamből, bármilyen méretben, hosszban, időben, utólag, hogyha már ugye ezek a streamek lementek. Jó van, köszönöm a klippet, Cat Mario. Nyugodtan be lehet linkelni Discordra is egyébként, de be fogom linkelni majd, de ti is megtehetitek, hogyha szeretnétek. Elvégre ti csináltátok őket. Direkt van egy ilyen klipszoba erre. Az, aki lemaradt a streamről, az, és Discordra feljön, akkor látja ezeket az eseményeket.
Ahogy oda mész hozzá, a törpe végigmér, és kiveszi a fogpiszkálót a szájából. Mit tehetek érted, kedvesem? Ki vagy? Mia, nem hallottad, mit mondtam? Stuart Little. A legnagyobb menedzser egész Rénóban, valaki jól kiseszett vele, drágám, hogy nem mesélt előre rólam. Tetőtől talpig végigmér. Ezekhez a lábakhoz valami név is jár. Kérdőjel. A lábamon kívül azért egy kicsit több dolog is van rajtam, Stuart. Szóval légy udvariasabb, különben még a szokásosnál is nehezebben fogsz randizni ebben a városban. Megegyeztünk? Nem kell a kioktatás. Nyomjunk valami normálisabb dumát. A nevem Vézna, és boxolni szeretnék, tudsz segíteni. Ez jónak tűnik egyébként. Legyen ez. Boxolni akarsz? Rendben. Mindent tudok. Nem akarok itt szemétkedni, vagy valami, de a box csúnya sport, és hát a boxolók is egyre csúnyábbak lesznek. A te esetedben ez nagyon... ez nagy szó lenne. Várjunk csak, ez nagy szó lenne, vagyis akkor én még csúnyább leszek, akkor az... az nem azt mondja, hogy ez rossz lenne, hanem hogy ennél már nem lehetnék csúnyább, de ez nem igaz, mert az én karakterem az nem annyira csúnya, a 6-os karizmája van az 5-ből, az egy olyan átlag, egészen átlagos. Nincsenek női ökölvígók, Stuart? Én erre epilálok. Te leszel az első menedzser, aki egy női boxolót futtat. Az emberek özönleni fognak, hogy lássák. Adj egy esélyt, Stuart. Jó, hát szerintem győzzük meg rendes dumával. Rendben, adok egy esélyt, de nem ígérek semmit. Ha ez megállt az üzletnek, akármilyen kicsit is, repülsz, csípőre teszi a kezét. A nyeremény fele az enyém, és nincs vita. Megbeszéltük, legyen 25% és megegyeztünk. Hát, igazából miért ne próbálhatnám meg? Nem már! 50-50 vagy semmi. Ha nem tetszik, megyek a dolgomra. Jó, hát legyen 50-50, most kár itt izé. Oké, 50-50, és most? Rendben, Stuart végigmér. Szükséged lesz egy névre. Tudod, egy becenévre. Valami dögös, jól hangzó név kell neked, mint például Vézna a hurikán, Vézna a pofozógép, vagy ilyesmi. És akkor itt vannak lehetőségek, ijesztgetős, pörgős zseni, dugattyú, hurikán, főmájer, további lehetőségek. Hát, Jenny tiszteletére pörgős zsenit fogjuk választani. Úgyhogy ez lesz a mi álnevünk. Én jártam már úgy, hogy volt egy Pali még WoW-ban, aki nem hitte el, hogy Pali vagyok, és már nekem volt kínos, hogy azzal akarta levarázsolni a bugyim, hogy mindig goldot, meg itemeket küldött. Végül le kellett tiltsam, próbálta kideríteni, hol lakok, meg ilyenek. Nagyon creepy volt a srác, de jó ég basszus, és semmi oka nem volt feltételezni azt, hogy lány vagy a való életben, mert gondolom nem voice-oltatok, meg kiderült volna, nagyon durva. Öcsém, ez nagyon kemény. Az már ijesztő volt inkább, és hiába mondtam neki, csak azért, mert csaj karakterem volt. És sajnos volt egy másik is, csak az nem volt ilyen komoly. Hát ez nagyon kemény. Az a másik én voltam. Nem? Na jó, nem. Egyébként nem. Nálunk áramon túl sok volt a pingvin, és kifagyott mindig a szerú. Most felkészültem, és néhányra C4-et megtettem. Nagyon-nagyon jó van. Szép. Felrobbantottad a pingvineket. Most az állatvédők dobtak egy természetes egyest a játékban. A szerepjátékban kb. Az árkban. A törpe bólint. Pörgős Jenny? Pörgős Jenny? Nem rossz, nem rossz. Illik hozzád. A ring felé biccent. A ring felé biccent. Mehetünk akkor? Készen állsz? Készen. Na. Volt ruhában vagyunk, az első menetet játsszuk végig. Rendes, sima kesztyűben vagyunk. Az a baj, csak 53 HP-n valami ciki egyébként, mert teljes ilyettel kellett volna beszállnom ebbe a küzdelembe, jobban bele gondolva. Nem hiszem, hogy egyébként olyan nagy boxolók lennénk, mert én közelharci fegyverekre vagyok specializálva, úgyhogy szerintem el fogunk vérezni, de nem baj, végül is
Ez egy jó pofa szórakozás a játékon belül szerintem. Ebben a sarokban áll kihívó, súlya 129 volt, nemrég jött a... Blablabla, oké, ezt nem... A másik sarokban pedig címvédő, súlya 181 font, mindannyian ismerik, szeretik őt, aki nem más, mint Passman. Tehát, hogy ne szaporítsuk tovább a szót... Húzzunk bele! Lássuk, kinek van vér a pucájában. Első menet. Na, egy nagy darab néget fogunk szétütni. Talán az első menet még össze fog jönni nekünk. Egy kicsit eltávolodom tőle. Csak hogy enyém legyen majd az első ütés joga. Szulikék be akarnak szállni a küzdelembe, látom. Oké, na ez az, amire számítottam. Most akkor kapsz tőlem hármat, Bassman. Tessék. Na ez mit szólsz? És próbáljunk meg eltávolodni tőle. Hát ha összejön. Hát ha nem tud minket megütni. A rohadék rendesen belénk ütött. Szerintem a bolondját fogom járatni vele. Mert hogyha mindig arrébb megyek, akkor cseszheti. El kéne találni Vézna. Megyek Red Dead. Az jó játék. Jó játékot. Basszus, ez mi volt? Béna voltál és kimaradsz a következő körből. Ez csak egy karcolás, egyébét vesztettél. A legújabb győztesünk, mégpedig kiütéssel, Bassman. De miért? De miért? Közel sem voltam olyan helyzetben, hogy kiüssenek. Nagyon kemény. Nem tudom miért. Miközben kipenderítenek a ringből, Stuart undorodva néz feléd. Nem szabad lett volna kockáztatnom veled. Micsoda elcseszett balfék vagy te. Na most aztán tűnés a szemem elől, ne is lássalak. Adj még egy esélyt, Stuart, légy szíves, csak egy picike esélyt, nem hagylak cserben. Céklavörös lesz. Micsoda? A húsdaráló leharapta a füled, lányom? Azt mondtam, tűnés a szemem elől. Innen. Ki innen? Nyugodtan mosolyogsz, bólogatsz, aztán neki támadsz. Nem. Irány az utca. Hát, sajnálom, hogy így alakult. Elő lehetne hozni egy elmentést, de ez a játék. Egyébként nem tudom, hogy miért estünk ki. Lehet, hogy ezt pontra mérik a Falloutban. Nem pedig arra, hogy most tényleg meghal a karakter, vagy sem. Inkább öld meg azt a Stuartot, megérdemli. Ja, az kellett volna. Nem értek vissza egyébként később sem vele beszélni már? Mert az a helyzet, hogy nekem egyébként meggyőződésem, hogy... Már tudok vele beszélni. De nem fog visszaengedni szerintem a ringbe. Ahogy közeledsz, Stuart csak bámul. Megáll az ész! Ez itt Pörgős Jenny! Mi hozott téged erre felé? Mi az, hogy megáll az ész? Ezelőtt még utált minket. Csak úgy körülnéztem. Hát mindegy. Az a helyzet, hogy én egy dolgot szeretnék csak megnézni. Nagyon. Mert... Kíváncsi vagyok, hogy ez valami bug volt-e, ami történt, vagy tényleg megérdemeltük azt, hogy kiestünk ebből a küzdelemből. Ha végigmegyek ezeken a beszélgetéseken... Nem hiszem el, hogy a karakter ne lenne jó egyetlen egy első menetnek a megnyerésére. Biztos vagyok benne, hogy ennyi benne van.
Na jó, van, le fog menni itt ez a dolog, akkor utána már kipróbáljuk magunkat, remélem. Nagyon sokáig húzzák ezeket a beszélgetéseket. Na ez az. Szóval az első kört azt el kell passzolni, ez világos. Átjövök ide. Igen, beleütök egyet, rendesen 6 épét leverek róla. Aztán 5 épét. De nehogy már ezt ne tudjuk megcsinálni, egyébként vicc az egész. Hát ebben a karakterben van ennyi, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Lehet, hogy az a baj, hogyha elesik a karakter, vagy kritikus hibát vét, akkor történhet valami ilyesmi, mint amit ezelőbb láttunk. Te vagy a legjobb Bassman, mutasd meg nekik! Mi azt mondja nekik? Ketten vagyunk a ringben. Na, tessék, ott van a 7 TP megint. Menni fog ez, mondom én. Na mi van? Most mi történt? Ez a második menet? Nagyon fura. Nagyon-nagyon fura. Tiszta bug a játék szerintem. De most komolyan. Nem írt ki semmit, hogy második menete, de egyébként gondolom, hogy inkább erről van szó, hogy második menet, csak valamiért nem írta ki jól. Az első menet az volt, ki volt írva, vagy első menet? Amúgy ő nem is akar ütni? Nem tud ütni, mert akkora lassú, hogy mire utolér, addigra elfújnak az akciópontja, ezért nem tud megütni. Olyan vagyok, mint Majka a Dopman ellen. Csak bekapja az ütést, ez egy kicsikét lefagy. Ez nem így van. Nincs ilyen. Maximum a valóságban lehetne így elképzelni. Milyen érdekes, hogy csináltuk direkt egyébként egy ilyen néger boxoló karaktert a játékba. Én eleinte azt hittem, amikor összeláttam ezt a játékot, hogy ezek egy ilyen kicsit ilyen szupermutánsszerűségek, de nem, ezek csak rendesen kigyúrt emberek. Csak annyira fura volt látni a játékban ilyet, hogy látszódik az izom egy karakteren, hogy azt hittem, hogy ezek valamiért egy kicsit mutánsabbak, mint a normál emberek. Mert közben nem erről van szó, csak képesek voltak tényleg elkészíteni csak ezért az egy jelenet miatt egy komplett karaktert, ami csak itt jelenik meg. Még a boxkesztyű is rajta van. Én nem is értem egyébként, hogy ez miért volt ennyire fontos. Öld meg Porgus Jenny, te vagy a legjobb Bassman, mutasd meg nekik. Harmadik menet, aha, igen, harmadik menet van, nagyon jó. Közben egyébként egy csomó idő eltelik, mert már 71 HP-n van, ami ugye a meccsek közti időnek az elteléséből regenerálódik hozzám a karakteremre rá.
Beeresztenék ide a box patchre egy ilyen deathcrow-t. Aztán végignézném, hogy kinyírja ezeket a szerencsétleneket ők a harcban. Vannak ilyen értelmesebb, ilyen intelligens deathcrow-k a játékban, és azok akár mint karakter beküldhetőek is lehetnének, ilyen nagyon vicces helyzetben. Így megmondanám, hogy én nem szeretnék boxolni, de a haverom igen, és akkor így mutatok a szörnyetegre, hogy ő bárkit széttép puszta kézzel, el is harapja a torkát. Na, most nyomtam egy kritikus hibát. Béna voltál, hogy szétroncsolta a bal kezed. Megütöttem a nagy darab csávónak a mellizmát, és az én kezem jobban megsérült, mint ő. Ez azt jelenti kb. Teljesen jó. De egyébként fizikai ereje az van a csajnak, Béznának. Hoppá, végre, most rám nyomott egyet. Szóval a fizikai ereje van a karakternek rendesen, mert ugye a közelharci sebzésbe belemegy a fizikai erő, úgyhogy azt hiszem van egy ilyen 8-as strength-e a 10-es skálán, ha jól emlékszem, vagy valahogy így. Nem olyan rossz, egyáltalán nem rossz. Na, lesz negyedik menet is, vagy mi van? Negyedik menet, megőrülök. Hát nem azért mondom, de hogyha egy egész bajnokságot akarunk majd lejátszani, akkor hideg csomaggal kell készülni a következő streamre. Futunk, aztán megütjük és futunk tovább. Nem egy olyan nagy kaland. Fura, hogy a játék egyébként ilyen tekintetben kihasználható. Normál, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megoldani egy ilyen típusú játékban, de lehetséges, hogy alapból azt kéne, külön kéne választani azokat az akciópontokat, amikből fut az ember, és azokat az akciópontokat, amikből támad. A Dungeons & Dragonsban külön megvan határozva, hogy egy körben mennyit léphetsz, és azután mennyit támadhatsz. És az a kettő az nem fedi egymást, és nem mondhatom azt, hogy akkor, ha nem lépek, akkor inkább többet támadok. Hát ezt meggyilkoltuk a ringben. Az ellenség megölésért 100 TP-t kaptál. Ezt rendesen kiütöttük. A legújabb győztesünk, mégpedig kiütéssel és gyilkolással, Pörgős Jenny! Na, azt hiszem rendben vagyunk. Megalapoztuk a hírnevünket. Stuart sakál módjára mosolyog. Hát ez eszméletlen jó teljesítmény volt, Pörgős Jenny. Minden rendben amúgy? Jól érzed magad? Majd szólj, mikor állsz készen a következő mérkőzésre. Jó, hát majd szólunk neki egyébként, de most még szerintem nem. Azt mondhatom, hogy hadd pihenjek egy kicsit, aztán jöhet a mene. Jöhet a mehet. Jöhet a mehet. Imádom ezt a szóhasználatot, ami a Falloutban van. Aztán én kész vagyok, Stuart, meghaltam a ringben, és ez kiakaszt engem. Nem én haltam meg, hanem az ellenfelem. Szögre akasztom a kesztyűt. Nem, azért ezt nem. A következő ütközettel egy kicsit várunk, szerintem ez egy kicsit unalmas, hogyha ennyit boxolunk. Később visszajövünk, és még boxolunk majd egy keveset talán. Irány az utca. Túl vagyok terhelve. Úgyhogy mindenképp magamra öltem a dolgokat, amiket elvettek tőlem. Ugye a fegyvereimet és a láncsámat, azt visszarakjuk, a kis törzsbéli ócska láncsát. Na, és akkor még mindig ott tartunk egyébként, hogy szeretnénk fegyverekkel üzletelni. Menjünk be ebbe a Shark klubba, a cápa klubba. Nézzük meg, hogy itt mi van. Most robbantottam fel majdnem 300 pingvint, Ark-ba C4-jel lehet át kéne gondolni az életemet. Hát...
Lehet. Digitális pindigek voltak, oda se neki. Az még nem a világ. Háló zsömlesajt, neked még nem is köszöntem ma, látom, hogy itt vagy. Két darab jetet tudunk venni a csávótól, de hát... Most mit adjak neki komolyan? Csavarkulcsot? Az a helyzet, hogy ez a csavarkulcs, ez még jól jöhet nekünk. Egyszerű villáskulcs, melyet szerelők használnak. Szerintem ezt elvihetjük Vault City-be Vic lányának. Adjunk neki inkább késeket. Majd amúgy nézd meg a vezetőséget a DC-n, egy kicsit kiakadtam. Jó, oké. Hát remélem nem történt semmi durva. Azt láttam, itt van hátul egy ilyen sminkes szoba. Itt meg elől valami hely, ahol egy csávú van. Mi van azzal azzal ott? Ez egy licit hely? De mire licitálnak? Lesz-e még hancúr? Csak ha úgy adódik. Hogyha megint beváltatok 500 dömpergumit. Van itt gumi még nyugi. A karakternél is. Egy boxhely. Ez egy ilyen keményebb boxoló cucc, mint amit az előbb láttunk. Ez egy ilyen illegális pince boxoló hely. Mindenesetre sokkal nagyobb az érdeklődés iránta a székekből számítva. Ez mi a rák egyébként? Egy üres fecskendője, hogy ezek drogoznak. Értem. Na jó van, első, második, harmadik, gumit a népnek, negyedik. A töltött káposzta kiváltás az nem ide tartozik. Közvélemény kutatás javaslat 750 ért. Egyébként tényleg megvan az öt? Mert én csak négyet látok. Kiemelt chat szövegben. Ja, hogy a közvéleménykutatás is be legyen számítva ebbe, azt mondod, Gábor? Az úgy eléggé sok, az majdnem 1000, az több mint 1000, amit most elköltöttél egyébként. Jó van, de ha akarod, akkor legyen így. Jó van, my favorite magic is Lasbomancy. Szépek vagytok, perverzek vagytok. Jó van, nem sokára visszamegyünk a kuplerájba. Kaptok még egy kört. De előtte még körülnézek itt. És elhozom a fémbetétes, valaki egészen véletlenül pár fémlemezt rejtett ezekbe a kesztyűkbe. Ez csalásnak minősül, szerinted viszont nem több, mint egy eszköz, amivel megnövelheted a már amúgy is csonttörő hatású ütéseid erejét. Erre lesz nekünk szükségünk. Ezért jöttünk ide. Nem tudtam, hogy itt van, amíg meg nem láttam a helyet, azután pedig eszembe jutott, hogy igen, itt volt egy ilyen, úgyhogy ez kell nekünk. Szuliknak átadjuk ezt a shotgunt, és akkor lesz helyünk, hogy kivegyük ezt a csalókesztyűt innen. Ezzel bármilyen meccset megnyerek szerintem.
Miért nem tudom felvenni? Még mindig nincs helyem. Ilyen rohadt nehéz ez a kesztyű. Egy shotgunt adtam Szuliknak. Látom, Zsömesat belendültél töltött káposzta ügyben. Jóvá fogom írni őket. Rengeteg dömpergumit vált ez be. Nagyon köszönöm egyébként az aktivitást, ami ezek mögé, a dömpergumik mögé tehető. Lehet, hogy egyébként 5000-esével kéne majd beváltanunk a jövőben őket, mert úgy sokkal egyszerűbb lesz, mint ilyen 500-asával. A közvélemény kutatást nem váltottam be. Hogy érted, Gábor? Mármint láttam, hogy kiváltottad, vagy nem szeretnéd, hogyha beváltanánk? Vissza kéne csinálni, azt mondod? Ja, félre kattintottál. Jó, van, rendben, akkor vissza fogjuk csinálni. Mi ez a hely? Hotel? Egyik a hotelnek tűnik. Itt van egy különlegesen kinéző nő, ezt megnézzük, mert ezek a különleges NPC-k, ezek mindig érdekes történetszálakat hordoznak. Basszus, ezekkel a kiváltásokkal teljesen szétbarmoljátok a csetet, nem probléma, egyiket váltsátok ki, csak ez nekem egy figyelmeztetés arra, hogy legyen tényleg 5000 a határ, mert ez nagyon durva, hogy ennyi pontotok van, és ezeket mind beváltogatjátok most. A nő megfordul és rád néz. Milyen dekoltát? Milyen dekoltált, aranygekkó bőrből készült ruhájában meglehetősen vonzó jelenség. Rövidke pillanatig végigfuttatja rajtad a szemét, aztán összevonja a szemöldökét. Igen, mi az? Ön kicsoda? Bocsánat, összetévesztettem valaki másra viszlát, legyen az ön kicsoda. Felvonja a szemöldökét. Szerintem ezt a kérdést nekem kéne feltennem. Ő keresztbe fonja a karját. Én Leslie Annie Bishop vagyok, a férjem Bishop családfő New Reno-ban. Bennet kit tiszteltünk? A nevem Vézna, hétköznapi utazó vagyok, és a 13-os melléket keresem, hallott róla valamit? Nem lenne egy rossz dolog igazából ezt mondani, mert lehet, hogy igen. De egyébként lehet, hogy azt kéne mondanunk, hogy lehetséges, hogy igen, ez jó. Szerintem maradjunk a főszálon, és később hátha bele tudunk bonyolódni valamilyen banda dologba, de ne gondolják azt, hogy nekünk hátsó szándékaink vannak, hanem van egy saját küldetésünk, és véletlenül kerültünk ide, ezt mondjuk neki. Ismerek egy menedékváros nevű helyet észak-kelet felé, arra a városra gondolsz? Nem, egyébként nem. Kérdezhetik valami mást, lehet megyek és utána nézek. Nem. Egyébként nem, abszolút nem. Akár. Akkor esetleg el is mehetnél oda. Nagyon jó, köszönöm az időt, szakított rám, lekötelezett. Lassan a testtel megtanulmányoz. Mintha nemrég érkeztél volna a városba, nem volna kedve egy italra a szobámban? Beszélgethettünk New Reno-ról. Elég veszélyes hely egy... azoknak, akik nincsenek tisztában a szabályaival. Csak akkor, hogyha nem állunk meg az italnál. De, könyörgöm. Hogy ne, egy ital sosem árthat. Nem köszönöm, most már igazán mennem kell. Szó sem esett róla, nem akarom, hogy a férje megorroljon. Lehetne ezt is mondani. Szerintem egyébként nem kéne.
a nagy főnöknek a nejénél bepróbálkozni. Mondjuk azt, hogy hogy ne egy ital sosem ártott, az teljesen korrekt, senki nem fog megsértődni. Bólint és mosolyog hozzá. Remek, gyere utánam, követed őt. Csatlakozol Mrs. Bishophoz egy italra a szobájában. Beszélgettek egy jó darabig, aztán közelebb húzódik és cirógatni kezd. Na jó, van, oké. Okay. Azt hiszem, beletenyereltünk a jóba megint. A Falloutnak nem erről kéne szólni, azt hiszem. Lehet, hogy rossz irányba vittem a játékot. Ez az epizód, ez most elgurult. Ez most itt el lett, mindegy. Áttöleled őt. Hát igazából nem tudom. Hát fasz tudja, jó, legyen. Hát most, hogyha ennyire akarja a játék, akkor én nem fogok neki nemet mondani. Tessék! És megtörtént, aminek meg kellett történnie, ott a szobában. Még a extra módon teljesült az, amit szerettetek volna. Ez egy igazi történetszál. Itt aztán le van modellezve, ott fekszenek az ágyon. Rendben van. Azt hiszem, teljesen rendben van a jelenet. Nem láttunk persze most sem semmit, meg ilyesmi, de mindannyian látjuk, hogy még a páncélt se volt időnk levenni, ott fekszünk az ágyon kielégülve egy metal armorban, Bishop neje mellett, nagyon szép. Szenvedélyes szeretkezésbe fogtok, a szexuális maraton végeztével Mrs. Bishop hozzád simul, és elégedetten mosolyog. Bézna. És akkor mondhatom neki, hogy Leslie. Mrs. Bishop elégedetten felsúhajt és nyújtóztatja a végtagjait. Most kérdezhetnénk tőle ezt azt végül is, lehet, hogy visszaérhetünk a helyzettel. Meséljen a férjéről, mondjon pár szót a családjáról, ugyan nem New Reno-ból származik Mrs. Bishop, annyira máshogy beszél, mint az itteniek. Sajnos most mennem kell Mrs. Bishop. Jó, legyen ez, hogy máshogy beszél, ez jó, ez ilyen... Kihasználjuk azt, hogy jó az észlelésünk, meg ilyenek, meg okosak vagyunk. Szörnyű roncs cédák lettünk. Ja, rongy. Hát a játék e felé vitte a dolgot. Egyébként pedig azok után, hogy beküldtetek a kupláiba a karakterre, szerintem most már tök mindegy volt. Nem, én valóban úgy beszélek, mint az itteniek. Képzésnek hívják a titkot. Átfordul a másik oldalára. Miért nem alszol? Hol részesülhetnék képzésben? Ha nem gond, volna még néhány kérdésem. Sajnos most mennem kell, Mrs. Bishop. Kérdezzük meg, hol? Ásít. Te már is éppen elég okos vagy nekem. Aludj szépen. Ha egyfolytában információt akarsz belem kicsikarni, gondjaid lesznek. Gondjaim? Itt az ágyban? Nekem? Ugyan nem? Ha nem gond, volna még néhány kérdésem. Jó, hát... ebből nem lesz semmi, ezt már most látjuk, úgyhogy legyen az egyes. Mrs. Bishop elégedetten felsúhajt, és nyújtóztatja a végtagjait. Jó, akkor kérdezzük meg, hogy mit tud mondani a férjéről. Mrs. Bishop kissé felhúzza a szemöldökét, és összép húzza magán a lepedőt. Biztos, hogy róla kell beszélnünk? Ne törjük meg a pillanat varázsát. Igazán tudni szeretnék ezt azt. Meséljen róla, kérem. Rendben van, inkább másra térek. Sajnos most mennem kell. Hát jó, hát igazából ebből nem fogunk semmit kihozni, azt hiszem. Jó, erőltessük, hát ha. Biztosíthatlak, hogy én és John nem szeretjük egymást. Ha volt is valaha némi kötődés, mára már egészséges rosszindulattá fajult. Megvannak a saját női, és nekem is megvannak a saját kis ketteléseim. Ha csak egy kicsit is, de bizonyára szeretik egymást. Mekkora hülyeség. Mi lenne, ha valamit másra tennénk a szót? Sajnos most mennem kell. Jó, hát akkor legyen az, hogy... legyen az első. Maradjunk benne a beszélgetésben. Na, hát most tényleg hülyeség, de ez az egyetlen dolog, ami tovább viszi a párbeszédet. Neki a szerelmeskedés annyiból áll, hogy betört a...
Betört a hálószobába és meghágott, mint egy részeg Brahim, és ez még az enyhébbik hiányosságai közé tartozik a többihez képest. Miért? Mik a többi hiányosságai? Rendben van, inkább másról. Jó, hát menjünk tovább. Nagyon sok választási lehetőségem van, komolyan mondom, itt, hogyha benne akarok maradni egy beszélgetésben, akkor mindig csak egyet tudok mondani. Homlokát ráncolja. Ezt a képzeletedre bízom. Nem lehetne ejteni a témát? Beszéljünk valami másról inkább. Rendben van. Inkább másról élek. Ő nem akarja, hogy megölelj magát. Most minek még már jó, mindegy. De igazából ez az egyetlen egy olyan opciónk, ami meg mégis tovább viheti ezt a beszélgetést. Nem, átfordul és álmában motyog. Ne légy idióta, ha megtalálnak, egész rövidke életedben menekülnöd kell majd. Végül is már nem mentünk el a legvégső határig és azon túl. De mi van, ha az emberek nem jönnek rá, hogy én voltam? Ha nem gond, volna még néhány kérdésem. Jó, hát legyen az egyes. Megborzong és pislog hozzá. Miről beszélsz te itt? Ne hordj össze butaságokat. Jó, ennyi. Vége a párbeszéd szálunknak. Kérdezhetünk még valamit, és a családról tudok még kérdezni. Mondj valamit a családról. Megvonja kissé a vállát. Nincs is mondanom. Egy rakás Bérenc, Zsoldos, Kurva, Tiller és Hajcsár. Arrébb kurul. Erről szól a Bishop család, bárcsak soha ne jöttem volna össze Johnnal. Úgy tűnik, hogy a házassága nem annyira rózsás, mint amilyen lehetne. Jó, ennyi, itt is csak egy dolgot mondhatunk. Valóban az én házasságom nem felhőtlen. A férjem a hatalom építésén fáradozik, és ritkán enged teret bármi egyébnek. Boldogtalannak látszik, előbb vagy utóbb le kéne lépnie innen. Na, ez aztán a brilliáns ötlet. Mégis hova mehetnék? Egyenesen a pusztába, ahogy a vademberekkel, hogy a vademberekkel élhessek? Délre a UKK-ba? Észak-keletre Red Ringbe? Hogy bányászoknak adhassam el a testem? Miért lenne már lehetetlen itt hagyni Rénót? Ön nem ostoba, Liba. Szerintem ön bárhol, bármiben megállná a helyét. Ha elmegyek a férjem visszahozat, akarod vagy nem akarod a család odafigyel a tagjaira. Értem, ha. Jó, és akkor ennyi. Igazából ebből se tudtunk kijönni. Oké, azt mondtuk neki, hogy mennünk kell. Mrs. Bishop átfordul és behunja a szemét, néhány másodperc múlva már alszik is. Na, rendben, lefárasztottuk. Csendben kisúransz az ágyból, és felöltözöl. Hát ez nem igaz, mert ott van rajtunk a Metal Armor. Ez az. És most játszunk a késsel. Na jó van. A probléma az, hogy... nem tudom, hogy fog kijönni innen észrevétlenül. De az biztos, hogy a Jetet kivesszük innen. És egyébként pedig, ha már itt vagyok, mindenképp nyomunk egy elmentést. Metal Armor fétis. Ja, az volt. Csak elég kemény, hideg, és esetleg a vállak körül egy kicsit olyan éles élményt adhat egy ilyen Metal Armoros dolog. Töltények, steampack, pénz, karakterünk egy rohadt tolvaj, szemérmetlen mocsók, aki mindent elvisz gond nélkül. Élünk ezzel a remek tulajdonságával. Francban nem tudok többet elhozni, pedig jól elcsendseltem volna itt a dolgokat. Oké, rendben vagyunk. Csináljunk még egy olyat, hogy ez az ajtó kinyílt magától. Azaz ajtó kinyílt magától. Ó, vézna. Jó van. Látom, Mrs. Bishop szépeket álmodik. Azt mondja, hogy lopás, zárak. 50,
3%-os az árnyításunk, és nekem pedig van egy olyanom, hogy az árnyítókészlet, úgyhogy akkor nézzük Mrs. Bishop széfjét. Ez nem csinál semmit, de nincs bezárva. Zárva van, azt írja, de mégse csinál semmit. Akkor nézzük meg az árakat. Hal kattanásokat követően a szép zárja megadja magát. Jó, hát ott ennyi. Azt a kurva életbe. A gyémánt. 500 pénz. 2 darab steampack. Lőszerek, pisztoly, sminkészlet. Én a gyémántot lehet, hogy elhoznám. Ezüst arany. Ez egy nagyon drága nyaklánc, ezüst arany és gyémánt felhasználásával készült. Hát én nem azért mondom, de szerintem rohadtul egyértelmű lesz, hogy kihívítel ezt a sok cuccot, úgyhogy Rénóból le kell majd lépnünk egy idő után. Bár az is igaz, hogy Mrs. Bishop nehezen tudja majd kimagyarázni azt, hogy hogyan tűnt el a nyaklánca. És kihagyott egy rakás piát a helyén egyébként. De lehet, hogy a piát azt elvisszük. És a töltényeket is, meg a sminkészletet. És a fegyverről is kiszedem a töltényt. Na jó van. Nézzük meg a többi szobát, ha már itt vagyunk. Néhány percig tekerkedhet az állat, de semmi nem történik. Néhány percig tekergeted az árat, de semmi nem történik. Na gyerünk már! Halkattanásra követően a szép zárja megadja magát. Kötél. Jó, itt most már csak a szükséges dolgokat hozzuk el, a pénzt meg a jetet. Nekem is fenn kell tartanom a függőségemet valamiből. Történetesen tudom, illetve sejtem, hogy ez Mr. Bishopék, illetve Mr. Bishop és Mrs. Bishop lányának a szobája lesz. És valószínűleg ez a Mr. Bishop szobája itt fent. Úgyhogy ha van itt pénz, akkor az itt lesz a nagy pénz. Paszki! 19 épét vesztettem. Lehet, hogy a csapdát azt... Ajaj. Hoppá! Ezt kőkeményen beszoptam. Hozzuk elő az elmentést. Az egész New Reno rám támad, hogyha ezt így folytatom. Nagyon szívesen kijátszanám. Nyilván ezért nagyon jó egyébként egy tényleg egy igazi szerepjáték, mert nincs mit betölteni. Ha elbaszod, akkor azt le kell vinni, azt végig kell vinni. Itt meg pont, hogy be kell tölteni, mert a játék rákényszerít, hogy betöltsd. Mert vagy meghal a karakter, és akkor mindenképp betöltöd, vagy pedig az egész város annyira megharagszik rád irreális módon, hogy 5% van a csapdákon, az nem olyan jó. Nem találtál csapdát? Aha, persze. Ja, basszus, most rosszal nyomtam. Nyomok egy nagy mentést ezen a ponton. Na nézzük, akkor azt mondja, hogy a csapdák az a 4-es, jó. Nem találtál csapdát. Szerinted nincs csapda a széfen. Nem találtál csapdát. Nincs csapda. Akkor ezt a széfet nem nyitjuk ki. Úgy látom. Nem baj, ez legyen a minimum. Hogyha nem értünk valamihez, akkor nem tudjuk kinyitni, azt kész. Itt a csapda hatástalanításban nem jeleskedem, az biztos. Azt viszont elmondhatná valaki, hogy surrantam fel Mrs. Bishoppal a második szintre, miközben itt van egy rakás őr, meg emberek. És egyébként meg, hogyha jól emlékszem, akkor
középkorú illető, még nagy, ez az ember nem más, mint Mr. Bishop. Mr. Bishop mellett mentünk el. Vicc az egész. Hát ezen a szobán mentünk ide fel ebbe a szobába. Máshogy nem lehetett. Na jó van, nézzük akkor. Hogyan fogok kijönni ebből a szobából? Először is kéne egy ajtó. Ja, itt az ajtó. Mi a? Ki vagy te és mi a francot akarsz? Egy édenket létrehozást elősegítő táskát keresek, tud segíteni? Szerintem ez kurva menő, ezt mondjuk már be. Látom, van bőr a képeden. Miért nem raktál ki a mellkasodra egy cédulát, hogy hülye faszopó vagyok? Egyél olmot, ribanc! Hogy jutottunk fel ide? Hogyan rákba jutottunk fel ide, hogyha csak ez az egy szoba vezet innen ki? És ezt a beszélgetést korábban nem folytattuk le. Menekülőre veszed, utolsó szavai el... igen, ezt már én mondom. Utolsó szavai elég gyengére sikerettek. Ha ezt szeretnél sírkövére faragtatni, hát legyen. Nem tudom. Menekülőre veszem ezt a baromságot. Elsétálok itt erre, csak ilyen lazán, itt a székek mögött. Közben combat shotgunnal lövik a pofámat. Hát jó, akkor ez így ennyi volt. És a kiválasztott küldetése története itt véget ért. Rohadt bishopék. Tudok pihenni gyógyulásig. És tudok pihenni reggelig. Tudok-e pihenni éjfélig? Hát, ha mindenki aludni megy, nem mintha ez így lenne a Falloutban. De nem tudok mást kitalálni. Ezek éjjel-nappal itt dekkolnak ebben a rohadt szobában. Elmondom, mit csinálunk. A meglepetés erejével elsétálunk mellettük. Nincs egy dinamitom véletlenül? Ohaha! Hát már hogy ne lenne? Na várjunk csak. Elmondom, mi lesz. Mutatom a taktikát. Ezt a dinamitot beállítjuk egy olyan 5 percre, 3 percre, oké. Ez élesítve is van. Ezt most egy pickpockettel oldjuk meg. Vagy nem, egyszer csak ide leteszem a földre. És kisétálok. A francba. Miért kerültem kombátba velük? Nem is volt előzménye. Próbáljuk újra. Szóval lopakodás. Várjunk csak. Eszembe jutott még valami. Ha beveszek több jetet, akkor lesz több akciópontom.
Na, ez itt tízset. Francba, miért rohantam bele? Ne, nem akarom megint. Jaj, meg fogjuk szívni. Sajnos nekem mennem kell tovább a jó streamet, találkozunk legközelebb, sziasztok. Jó van, Bence, örülök, hogy itt voltál. Na jó van, nézzük meg ezt a jetes dolgot, hogy ez működik-e. Miért? Miért futott? Mikor lopakodásban voltam. Kezdek el fáradni. Eddig poén volt a játék. Lefeküdtünk Mrs. Bishoppal. Voltunk boxolni is, bár az unalmas volt. Voltunk cicabárban is. Nem mutattak semmit. Oké, most sétálunk. Ide sétálunk. Megnyitom a kombátot. 11, 13. Hát én úgy látom, hogy csak 13-at léphetek, ami nagyon nem jó. Akkor betöltjük. Akkor viszont egyetlen egy jet elég lesz nekünk szerintem. Egy jetet mindenképp kell nyomnunk magunkba, mert a függőségünket enyhíti. Szóval megnyitom a kombátot és léphetek. Léphetek 10-et. 11-et? 11-et? Akkor pár jetet azért érdemes összekombózni, de 13-nál több akcióponttól biztos nem lesz, ez azt jelenti. Úgyhogy akkor még két jetet beveszünk. Egy, kettő, nézzük most. 13, nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Oké. Lopakodással beléphetek ide a küszöbre. És próbáljunk meg belopakodni a terembe is. Jó, eddig jó, eddig kurva jó. Kisurranok én ebből a teremből, ha addig élek is. A francba észrevettek. Ebből a beszélgetésből sajnos nem jövök ki sehogy a máshogy. De egyébként van még egy ötletem, bocsánat. Hátra jövök, beindítom a csapdát, akkor az az őr ide jön. Én elmegyek körbe a medencénél. Az őr nem fog észrevenni remélhetőleg. És akkor itt körbe lejövök, és itt elmegyek hátul. Talán így sikerülhet kiosonnom innen. Én ezt össze akarom hozni mindenképpen. Ezt megpróbáljuk. De az rá, mert el kell sütnöm magamra a csapdát. Lássuk. Meg kell próbálkoznom az árnyitással. Oké, most elindult. Gyerünk talpra, tehát szebét. Á, túl közel van. Nagyon hamar elindult. Jóval, akkor el kell bújnom a szobában. Azt még, arra még van esélyem. Megoldjuk. Lopakodom, a szoba sarkában vagyok. A csávó ide jött, és most visszasétál. Aha, oké, ennyi esélyem volt sajnos. Ennél jobban kell csinálnom a dolgokat. Próbáljuk meg azt, hogy felrobbantok itt valami dinamitot. Hát, ha arra is ugyanúgy előjön.
Gyerünk, dobd el. Itt fog meg felrobbanni a kezemben. Aha. Most egy másik indult el. Mindig is az indult el. Gyerünk. Bishop vesz észre. Amint bekerülök a látó területébe, ő az, aki észrevesz, a másik az Bamba. De nem tudom elintézni őket. És tényleg, és nem értem, hogy miért az indul el. De egyébként lehetséges, hogy azt az egy-ört meg tudnám ölni egyébként 1v1-ben? Hogyha arról lenne szó? Tehát lehet, hogy a területről nem jönnének be az őrök? Próbáljuk ki azt, hogy harcolunk azzal az egyel. Persze dinamitot robbantanék egyébként, mert ki az a fia, aki direkt magára robbant egy bombát. Itt elbújok, és amikor megjelenik, akkor megtámadjuk. Most még lopakodásban vagyok, és egyébként a csávó nem ment el. Ho-ho-ho! Jaj, nem! Nem jó! Oké, most elkapom. Meglepetés. Nagyon remélem, hogy mivel késsel dolgozom, ezért nem hallja meg senki. Bár amikor meglőnek, akkor meghallják. Aha, jó, ez nem volt jó ötlet így. Már is mindenki jön. Hát a francba. Logikus sajnos. El kéne lopnom tőle a fegyverét. De szerintem még akkor is rám jönnének. Mert a játék az olyan, hogy ha valahol kombát van a pályán, akkor mindenhol kombát van. Viszont tényleg ez egy jó taktika lenne, hogy innen kijussunk, basszus. Innen ki kell jutnom valahogy. Most mi történik éppen? Még mindig szökünk? Igen. De hát ez a leszbi paradicsom, miért akarunk megszökni? Az a helyzet, hogy ez a paradicsom volt mindeddig, most pedig Mr. Bishopnak a pokla innentől kezdve. Én nem tudom, hogy jöttünk el mellette felfelé az asszonnyal, de lefelé egyedül már nem tudunk menni, az is biztos. Borzasztóan. Borzasztó helyzet. Meg akarok szökni, ki akarok súrani, nem tudok kisúrani, mert nincs egy ablak, ahonnan kisúranhatok. Itt elmotyogja a kombinációt a széfhez, tök mindegy, mert igazából mi kinyitottuk. Ez nem... Nem mindegy, ez egy táska. De vicc az, hogy tényleg tökre el tudok itt lopakodni. De csak eddig. Innentől kezdve nem tudok tovább lopakodni majd. Egyet lépek és észrevesz. Mi lenne, ha nem metal armorban próbálnám? Nem tudom, hogy segít-e, nem hiszem, de megnézzük. Most már mindent hajlandó vagyok kipróbálni. Basszus, ebben most hogy keveredtem bele ebbe a beszélgetésbe? Itt álltunk. Ja, kiléptem a lopakodásból véletlenül. Megint kiléptem. Jenny vagyok egyébként. Nem pörgős Jenny vagyok, hanem pörgős Jenny. De csak az elmentéseket pörgetem, az biztos. Na. Újra.
tehát erre elsétálok, és eljövök idáig. Idáig biztos eljöhetek. Nyomunk egy mentést. Egyet lépek, észrevesz, oké, nem baj. Betöltjük, betöltjük, betöltjük. Tehát itt vagyunk. Jövünk be a kombátot, és sétáljunk el. 13 lépést tehetek, ami elég arra, hogy eljussak a szoba másik végébe, de nem a kijáratig. Itt így átsétálok. Ezt ki lehet használni a játékban egyébként egészen jól, ezeket a kombát dolgokat. Néha működik is, de szerintem most nem fog. Ó, basszus. Azt a rohadt életben, aki a profi? Ezt neked, Mr. Bishop? Az orrod előtt dugtam meg az asszonyt. Na, hát akkor mehetünk is haza. Vagy vissza. No csak, apunak már megint új kurvája van? Miről beszélsz? Még nem láttalak eddig, te vagy apám egyik új... egyik új sütetű kurvája? Jó, nagyon király. Nem, hát te, nem csak épp benéztem, az a helyzet, hogy az egyik testőre vagyok. Hazudjuk be neki. Testőr? Kurva? Mi a különbség? Van némi különbség, akarod, hogy megtanítsam te kis riherongy? Nincs egy különbség, Miss Bishop. Fú, ha beszólok neki, meg fog támadni, de próbáljuk ki. Próbáljuk ki mindenképp. Lesboszi teleportáltunk. Ennyi, végül is teleportálás volt. Én nem teleportálásnak hívnám, hanem a combat node-nak a kreatív kihasználása volt, amit az előbb láthattatok. Ha egyet is mozdulsz, meghalsz, mielőtt befejeznéd a mozdulatot. Akarsz rá fogadni? Szerintem vesztenél. Csak egy ujjal nyúj hozzám, és apám mindent tudni fog. Oké, és akkor mi erre azt mondhatjuk, hogy nem fogja érdekelni. Csak egy szót szólj apunak, és Nyúrénó legmagasabb épületéről fogsz leröppenni, ha megtalálják a kis cetlit rajtad. Mindenki tudni fogja majd, hogy öngyilkosság volt, szörnyű tragédia lesz, mindenki telesírja majd a párnáját. Szerintem ez valami olyan duma, amit mindenki be kell löknünk, mert túl nagy és hosszú, és ez be fogja venni. Angela nem állja meg, hogy ne bámuljon utánad, de bizonytalannak tűnik egy ideig, az ajkát harabdálja, aztán sietve elsétál. Igen, én is így gondoltam. De nem sétáltál, hanem ugyanígy itt áll. Mindenesetre beszóltunk a kis csajnak rendesen. Helyre tettük! Hancúrt akarunk vele is. Vele is. Jó, de akkor viszont Gábornak a kiváltását beváltom, mert ezt most már ti kértétek, és tudom, hogy ő beváltott 500 gumit erre a célra. Nem hiszem, hogy lesz rá lehetőség egyébként. Látjátok, nem lehet. De hogyha meg... Szerintem más irányba se lehetne terelni ezt a beszélgetést. Mert igazából, hogyha végignézzük a beszélgetési opciókat, akkor nem láttam semmi ilyesmit. Úgyhogy szerintem ez csak Mrs. Bishopnak az asztala volt. Akkor majd elképzeljük. Nem tehetitek meg. Nem így szólt a történet. Nincs képzelődés. Azt lehet elképzelni, és azt lehet szerepjátékban eljátszani, meg a történetet belevinni, ami tényleg megtörténik. Jó, hát a szerepjátékon kívül persze azt képzeltek, amit akartok. Na jó van, menjünk a Golden Globes Porn intézménybe. Csak hogy teljesüljön az akaratotok, hogy akkor legyen már valami. Gábornak beváltjuk erre az 500 pontját.
Szándékosan bejövök ide. A pornóházba. Csak miattatok, csak nektek. Utoljára. Na nézzük. A korzikai testvér... Ja, ez a szöveg. A korzikai testvérek mindenki szolgálatára állnak. Felpillant, és bosszonkodó arcot vág. Te vagy az új tutajos? Mi az a tutajos? Én vónék? Mi az a tutajos? Faszállító! Menj szépen az akciószobába, és fogd hozzá a merevítéshez. Itt a fizetséged. 5 dolcsi. Az a helyzet, hogy meggondoltam magam közt, és inkább nem vállalom le. 5 dolcsiért nem? Ennél a karakter többet ér. Már voltunk sokkal... 700 dolcsit fizettünk azért, hogy nekünk okozzon a körömet. Megnézzünk valami mást. Hát, ha lesz itt valami más meló is. Megkérdezzük, hogy mi ez a hely. Hogy mi ez a jó reg hely? Ez itt a Golden Globes filmstúdió, drágám. Az egyetlen Rénóban, és még mindig áll, de ne erről beszéljünk. Munkát keresel, édeske? Hogy megy a forgatás? Úgy értem, kamerákra, nyersanyagra, vetítőkre van szükségetek? Honnan szerzitek ezeket be ezeket? Ha a fizetség nem marad el, akkor érdekel a dolog. Legyen ez. De ez megint az 5 dolcsis meló. Kérdezzük a kamerákat akkor. Szerencsénk van, nincs szükségünk azokra a kőkori vackokra. Találtunk egy működő pornó holografikus vetítőt. Nincsenek bazi nagy berendezések, nincs fázozás, és nincs az a sok dzsuva. Értem, hát meg kell mondjam, érdekelne valami meló, ha van még lehetőség. Jó, ez megint a faszállító meló. Tegyük azt, amit mond. Megmérgeztek. Undort keltő, egészségtelen ízt érzel a szádban, a gyomrot pedig kavarog, viszont 5 dolcsi az 5 dolcsi. Ennél olcsóbbak nem lehetnénk. Ez most már mindent elmond így. Szóval azért van benne, elmondom, hogy hogy történik a dolog. Azért van ez benne a sztoriban, mert nem értjük ezt a nagyvárosi életet. Mi fiatalok voltunk, és kellett a pénz. Kellett ez a rohadt 5 dolcsi, nem. Nem az 5 dolcsi, hanem ez a kultúrsok. Ez a rénósok. Egyszerűen magával ragadott a rénó szelleme. Ez ennyi. Mi egy faluba jöttünk, egy primitív törzsből. Sosem láttunk még ennyi embert. Nem tudunk mit kezdeni a szituációval, és rosszul reagálunk rá. Így kerülünk bajba. Így zűlünk le. Erről van szó. Ez történik itt? Na jó van. Én azt nem tudom egyébként, hogy hogy van az, hogy... Hancúr Gábor pajtásnak 5 dolcsi. Jó van, ne pocsikoljátok el a gumikat fölöslegesen, mert most már nem lesz több Hancúr gumiért. Most már a második kiváltás megtörtént, úgyhogy... Most már visszatérünk a rendes játékmenetbe. Azt nem tudom egyébként, hogy hol vannak a többiek. Mert az oké, hogy mikor felmentünk Bishophoz, akkor nem követtek minket, de most hol a rákban van a csapat? Hol van Vic? Hol van Cassidy? Hol van... Hogy hívták a rákban? Hogy a rákban hívták? Sulik? Sulik? Hol van Sulik? Rendes játékmenet? Azt hittem, ez a játék erről szól. Jó, egyébként ebben a városban tényleg erről szól. Ez a bűnvárosa. De hol a rákban vannak Sulikék? Én elsétáltam mellettük, amikor a...
Bementünk Bishopnak a nejéhez. Ebbe bele kell tanulni, sajnos ezeket is csak kemény leckéken keresztül fogjuk megtanulni, a bűnvárosa nem gyerekjáték. Ez így van. Igen. Megölünk mi bárkit, kinyírunk egész falvakat, de New Reno-hoz nem tudunk felnőni kulturálisan. Ez az igazság. Na jó van akkor. Én azt láttam, hogy a csapat itt hagyott engem Frankón. Rohadtul egyedül vagyok. Kaszinozzunk egyet akkor. Az osztó idegesen rád pillant, majd az ajkába harap. Tegyék meg tétjeiket, a legkisebb tét 5 dollár, tegyék meg a tétjeiket. Fogadok 100 dollárban. Sajnálom, talán legközelebb több szerencséje lesz, ennyi. Jó van, nyomjunk rá még egy 100-ast. Megint szar. Jó, hát ez 1000 dolcsi volt. Akkor szerintem mára elég lesz. Baszki, 2000 volt a kocsi, most meg elnyomtam 1000 dolcsit, és semmit nem nyertem az ég adta világon. Így meg lehet élni egy kaszinóból. Bezzeg az 5 dolcsért keményen dolgoztunk. Pont ez a lényeg, hogy primitív törzsbéliek vagyunk, és nem értjük a pénznek az... Nem értjük a pénznek. Igen, ez jó, nem értjük a pénznek az értékét. Olyanok vagyunk, mint valami... Majdnem olyan, mint egy autista, aki így még nem tudja felfogni azt, hogy most az előbb ennyit dolgoztunk 5 dolcsiért, és hogy az tényleg csak 5 dolcsi volt, és hogy most tényleg elbosztunk 1000 dolcsit. Így ez így nincs meg. Mi csak azt vesszük észre, hogy az előbb kaptunk valamit, most meg költöttünk valamit. Egy rohadt faluból jöttünk, gekkókat ettünk, meg ilyenek. Nem nőhetünk fel ehhez a nagyvilághoz ilyen hamar. Ez elég rossz történet, Bálint. Hát, most... 1000 dolcsi az 1000 dolcsi, el kellett játszani. Egyébként nem feltétlenül muszáj ezzel kimagyarázni. Azt is lehet mondani, hogy egyszerűen csak úgy éreztük, hogy elkapott minket a játék, azt kész. De basszus, hol a rákban van a csapat? Én ezt nem hiszem el. Itt hagytak minket, Frankon itt hagytak minket, rohadtul itt hagytak minket, kész, ennyi. Itt sehol senki. El nem tudom képzelni, hogy hol vannak. Nyomjunk egy mentést és keressük meg őket, hát ha visszamentek az otthonukba. Nem sokára lejár az idő, és Snowland 5, de... Wolf megérte itt maradni. Remélem kiélik ők is magukat. Lehetjük nem jutottak ki az asszonytól. Hát, nem tudjuk. Mindegy, kocsiba ültünk egyedül. És visszamegyünk Wolf Citybe, ha tudunk. Basszus, követtek minket a kutyák. De miért szálltunk ki a kocsiba, sétáltunk be 20 méterre a vad farkas kutyák közé, és aztán csodálkozunk, hogy megtámadnak minket. Szerintem a játék majdnem, ha nézem őket, akkor tuti hazarakta őket a játék. Igen, szerintem is. Azért megyünk most vissza, és megkeressük őket az otthonaikban. De nem értem, miért rakta őket haza. Borzasztó egyébként, hogy milyen furcsa bugok vannak a játékban. Nem azért mondom, de majdnem bekerítettek a farkas kutyák. Nagyon kis híja volt, hogy ne érjük el a kocsit. Amúgy Gábor a stream előtt még nem is akart sem 18 plusz, de most már meg ő akarja legjobban. Elrontottuk. Hát... Mit lehet mondani? Be van pipálva a streamre a 18 plusz. Ez innentől kezdve mindenkinek a saját döntése. Once again my spirit touches you from the void. Chosen, our crops fail, our reserves are meager. Return to us with the gag.
Your failure is our last light. Oké, kicsit kifutunk az időből, meg kell találnunk ezt az élet valamit. Nem baj, Vault City-ben egyébként tudunk kereskedni. De hogyha itt megnézzük az embereket, akkor Cassidy-nek például itt kéne lennie. De rohadtul üres az egész. Hol a retkes faszban vannak ezek? Na jó, elmondom, mit csinálunk. Amúgy is vége van a felutazási időnknek, ezért debugolni kell a helyzetet valószínűleg. Valami save game editorral meg fogom oldani, illetve elmentések behozatalával is meg tudom majd oldani, hogy a karaktereket szándékosan lerakom valahol ezeket a segítőket, még mielőtt elintézzük ezt a bishopos dolgot. Nem tudom, hogy van-e hozzá elmentésem vagy sem, szerintem van, de ez biztos, hogy egyedül fogom megcsinálni, nem mutatok vele senkit. Ez egy hiba a játékban, ami egy game breaking bug lesz, úgyhogy akkor innentől kezdve nem folytatjuk a dolgot, hanem megpróbálom majd megoldani a helyzetet. Minden esetre azt hiszem, azért elég kerek volt a mai sztori, mert a lényeg az mindenképp ez a bishopos dolog, ez meg volt. Ez azért volt egyébként nagyon jó, mert ki tudtunk jutni bishoptól. Amúgy nem bug, csak fail safe, mert így nem vesznek el a karakterek a semmiben. De úgy látszik, hogy elvesztek. Oké, most későn olvasom persze, de azt látjuk, hogy elvesztek. Hogy hol voltak utoljára? Hát... ott kellett, hogy legyenek a bárban, de ott nem voltak, ott voltak utoljára, ugye? Úgyhogy nem tudom, lehetséges, hogy a... Várj csak, lehetséges, hogy a box mérkőzésnél már elvesztettük őket? Mert lehet, hogy a box meccsnél, ugye, azt mondta nekünk a játék, hogy ők nem jöhetnek be a ringbe, ezért letette őket a box meccs. Nél ott a ring körül. Ezt mi megnézzük mindenképpen, csak azért, hogy... hogy tiszta legyen a dolog. Sok cuccot ide bepakoljuk egyébként, amit összelopkodtam bishopéktól. Ezt a rengeteg szemetet. Benyomunk egy jetet, mert most már kezdem megint elveszíteni az erőmet. Basszus, nekem mennyi jetre van szükségem? Ötös ajzém. Na jó van, várjunk csak, ez így nagyon gáz. Jó, hát akkor sétálni fogunk. Ez most ilyen. Jaj, a jet függőség után mindig, illetve a jet használat után mindig a karakter annyira legyegő, hogy nem tud utána semmit csinálni, csak így fut sétálni. A kupjóval se jöttek utánad. Ja, értem. Aha, jó, de várjunk csak a... Tényleg? De... Lehet? Lehetséges. Hát ki fog derülni. Úgyis vége van és eltűnt mindenki, akkor jön a SnowRunner. Igen, így kéne lennie. Igen, de mi megnézzük őket gyorsan itt. Hát nem lehet mit csinálni. De logikus volt egyébként, hogy akkor hagyjam abba. Nézzük csak. Én itt nem látom őket. Én itt nem látok ilyen embereket, mint a szulikék. Hogyha nem lesz elmentésem, akkor viszont valami olyasmit fogunk kitalálni, hogy szuligék leléptek a faszba.
És itt hagytak egyedül. És akkor valószínűleg nélkülük folytatjuk a játékot, nem tudok mit kitalálni akkor már. Nagyon szomorú, vissza kell néznem majd a streamet, és megnézem, mikor vesztettük el őket. Nyomok egy elmentést ide azért valahova, ide mondjuk. Ez egy jó régi elmentés. Na. Az is lehet, hogy még úton vannak haza, ez a játék nem ilyen okos, biztos vagyok benne, hogy nem ilyen okos. Na, jó van, akkor azt mondanám viszont, hogy mára befejezzük a Fallout 2-zést, és áttérünk a SnowRunnerre. Akik YouTube-on nézték meg ezt a videót, azoktól elköszönök, ennyi lett volna már a Fallout 2. Mindenkitől köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!